Már az ENSZ 68 tagállama biztosította támogatásáról a béketárgyalásokat és az ukrajnai háború beszüntetését sürgető határozati javaslatot, közölte az Egyesült Államok ENSZ nagykövete kedden. Linda Thomas Greenfield az ENSZ közgyűlés elé terjesztett dokumentummal kapcsolatban sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy annak támogatása kifejezetten a békéről szól, és nem nagyhatalmi versengésről, választásról az Egyesült Államok és Oroszország között. Kifejtette, hogy a határozati javaslat az ENSZ alapokmányának védelmében született, és az ENSZ egyik alapelvéről szól, arról, hogy egy ország nem veheti el egy másik állam területét erőszakkal. A nagykövet úgy fogalmazott, hogy a háborút egyedül Oroszország fejezheti be, akár még ma, azzal, hogy kivonja csapatait Ukrajnából és tárgyalóasztalhoz ül. Az amerikai diplomata hozzátette, ameddig nem kezdődnek béketárgyalások, addig az Egyesült Államok kiáll Ukrajna mellett, tartson, ameddig tart, hogy igazságos és tartós béke születhessen. A brutalitás soha nem változtat az emberek szabadságvágyán. Oroszország sohasem győz Ukrajnában. Jelentette ki Joe Biden, amerikai elnök kedden a Varsói Királyi Vár kertjében mondott beszédében. Az amerikai elnök az ukrajnai háború kitörése első évfordulójának napjaiban érkezett Lengyelországba. Az összegyűlt tömeg előtt kijelentette, alapvető kérdéssel, valamint a legfőbb értékeink védelmét illető kötelezettségvállalásokkal állunk szemben. Védeni fogjuk ki az agresszióval szemben a nemzetek szuverenitását, a szabadságot, kiállunk ki a demokrácia mellett? Hozzáfűzte, az igenlő válasz már egy évvel ezelőtt ismert volt. Az ukránok hazaszeretete győzni fog, ma, holnap, mindörökké, fogalmazott. A brutalitás soha nem változtat az emberek szabadságvágyán. Oroszország sohasem győz Ukrajnában, húzta alá. Bejelentette a Moszkvával szembeni szankciók kiterjesztését, kilátásba helyezte a háborús bűnösök megbüntetését, és Szent Eskünek nevezte a NATO alapszerződés kollektív védelméről szóló 5. cikkét. Hangsúlyozta, a NATO védeni fogja a nemzetek és a demokráciák szuverenitását. Putyin tévedett, az ukrán nemzet nagyon erős, a demokráciák pedig egységesek, mondta. Ті 54 країни, які входять на сьогоднішній день в велику групу підтримки нашої країни, зроблять все можливе і навіть неможливе для того, щоб перемога була на нашому боці. Vladimir Putyin orosz elnök keddi üzenete a megszálló állam rendszerének agóniájáról tanúskodik, mondta Alekszij Danyilov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács vezetője keddeste az országos tévéadó adásában. Szerinte Putyinnak még soha nem volt ilyen rossz nyilvános beszéde. Putyin megint megpróbált ráijeszteni a világra azzal a petyhütt, nukleáris bunkósbotjával, hogy a közeljövőben kiképzést fognak végezni és hasonlók. Erre egyáltalán nem kell figyelni, mert ez Putyin fasiszta rezsimjének agóniája, idézte Danyilovot az Unión hírügynökség. Volodymyr Zelenszkij elnök megerősítette, hogy meghallgatta Dmytro Kuleba külügyminisztertől az Oroszországgal folytatott háború békés rendezésére vonatkozó kínai javaslatot. Azonban, mint Zelenszkij hangsúlyozta, nem kapott semmilyen hivatalos dokumentumot ebben az ügyben. Az államfő tájékoztatása szerint sor került egy informális párbeszédre Peking és Kijev között, s mint fogalmazott, valóban azt mondták, hogy van egy ötletük a békére. Az elnök ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy Ukrajnának már van saját békére. Terve, és ahhoz ragaszkodik. Korábban Wang Yi, kínai külügyminiszter Münchenben tartott biztonsági konferencián kijelentette, hogy minél előbb véget kell vetni az Ukrajnában zajló háborúnak. Hozzátette, Kína kész arra, hogy saját békejavaslatot terjesszen elő, ami egyértelműsíti Ukrajna területi integritását és szuverenitását, valamint az is szerepel majd a javaslatban, hogy Kína elutasítja a nukleáris háborút és a hidegháborút. Wang Yi arról is beszélt, hogy a háború nem dúlhat tovább. Többször elismételte, hogy Peking a békéért tesz lépéseket. Szerinte most nyugalomra és alaposan megfontolt döntésekre van szükség. –
Bruno Kahl, a német szövetségi hírszerző szolgálat vezetője szerint Oroszország akár 1 millió katonát is mozgósíthat az Ukrajna elleni háború támogatására. Kahl véleménye szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök nem áll készen a tárgyalásokra. A háború sok szempontból teljesen másként alakult, mint ahogyan Moszkva, Kijev és a Nyugat gondolta. Oroszország eleinte azt hitte, hogy kevés precíz katonai, inkább szimbolikus és demonstratív akcióval képes lesz megszerezni az ellenőrzést Ukrajna felett. Ez azonban nem sikerült. Így az ukrán fél jelentős helyzeti előnyre tett szert, tette hozzá a német hírszerző szolgálat vezetője. Az ukrán hadseregnek még mindig sikerül hatékonyan védekeznie a túlerőben lévő orosz erőkkel szemben. Hosszú távon azonban az ukrán fél sikere a nyugat lankadatlan támogatásától függ, emelte ki Bruno Kahl. Öt harci repülőgépet hajlandó Ukrajnának küldeni Olaszország, ha más országok is megteszik ezt, írja az olasz La Repubblica. A Meloni kormány AMX csatarepülőgépeket és Panavia tornádó vadászbombázókat hajlandó küldeni az ukrán fegyveres erőknek, értesült az itáliai lap. Az olasz kormánynak a tranzakcióval kapcsolatban azon szigorú kitétele van, hogy nem szeretnének ők lenni az első olyan ország, amely vadászgépeket küld Ukrajnának. Tehát csak más országokkal együttműködve hajlandók biztosítani a technikai eszközöket. Giorgia Meloni, olasz miniszterelnök kijevi látogatása során bejelentette ugyanakkor, hogy országa Spada és Skyguard légvédelmi rendszereket ad át Ukrajnának a korábban bejelentett SAMP-T légvédelmi rendszerek mellett. Az év végére meghaladja a 3000-et azon ukrán katonák száma, akiknek a német hadsereg szervezett kiképzést, jelentette be a német védelmi miniszter. Boris Pistorius az Alsó Szászország tartományi Münsterben működő harckocsi képzőközpontban tartott tájékoztatóján elmondta, hogy a programok a terveknek megfelelően haladnak. A hazájukat az orosz támadások ellen védő ukrán katonák pedig nagyon elkötelezettek és elszántak. Március végére le is szállítják a védekezés támogatását szolgáló német Marder páncélozott harcjárműveket és Leopard 2 A6-os típusú harckocsikat, és az ukrán katonák készen állnak majd a használatukra. Hozzátette, hogy a világ legmodernebb harckocsijaként számon tartott Leopard 2-es elődjéből, a Leopard 1-es típusú harckocsikból májusban vagy júniusban adhatják át az első darabokat Ukrajnának. A képzési programok újabb turnusokkal folytatódnak tovább, a végzősök száma így meghaladja a 3000-et az év végére. A Bundeswehr a kiképzési programról a honlapján közölt tájékoztatójában ismertette, hogy az ukrán katonák a 7-6 napján tanulnak és gyakorlatoznak napi 12 órán keresztül. február 23. Kijev. Egy nappal voltunk az orosz-ukrán háború kitörése előtt. Nyüzsgő nagyváros, mindenki élte hétköznapi életét, és csak kevesen hitték el, hogy másnap megváltozik minden. Az ukrán főváros utcáit járva azt kérdezte stábunk a járókelőktől, hogy szerintük lesz-e háború. Hogy gondolja, hamar véget ér a keleti konfliktus? Úgy gondolom, hogy hamar befejeződik. Mikor? Amikor a diplomáciáé lesz a fűszere. Ez a csoport például a békéért imádkozott a kijevi Szent Mihály téren. Úgy gondolom, hogy minden rendben lesz, hiszen az elmúlt napokban kétszer is volt szivárvány Kijev felett, ez pedig jó jel. Úgy gondolom, minden jó lesz. Másnap azonban minden megváltozott. Aki csak tehette, elhagyta az ukrán fővárost. Így tettünk pár nap múlva mi is. Mire Kárpátaljára érkeztünk, világossá vált, hogy hosszú ideig tartó válság van kibontakozóban, mely egyhamar nem fog véget érni. A bajban elsők között Magyarország ajánlotta fel a segítségét. Az első segélyszállítmányok is Magyarországról érkeztek. Ez akkora mennyiség, hogy egyszerre nem lehet lehozni a határra, éppen azért folyamatosan szállítjuk a segélyszállítmányokat ide Kárpátaljára. Ma 5 kamionnal érkeztünk, ezeken 70 tonna áru van, tehát a mostani segélyszállítmány mennyisége az 70 tonna, 150 raklap, 200 millió forint az értéke, van több mint 50 tonna tartós élelmiszer, nagyjából 8 tonna tisztálkodási eszköz, körülbelül 2 tonna a kisbabák ellátásához szükséges eszköz, és a fennmaradó mennyiség pedig kötszer egészségügyben használatos termék.
Az azóta eltelt időszak borzalmait a híradásokból jól ismerhetjük. Háború, légiriadó, bombázások, áldozatok, menekültek milliói, humanitárius katasztrófa. De Magyarország, a Kárpátaljai Magyarság és annak szervezetei, a KMKS és a KMPS most is folyamatosan segít. Befogadják és ellátják a bajba jutottakat. Mi folyamatosan tartjuk a kapcsolatot egyrészt az itteni katonai hatóságokkal, másrészt pedig magyarországi különféle szervekkel, és próbálunk közöttük közvetíteni. És én úgy gondolom, hogy Magyarország pozitívan áll ehhez a dologhoz. Az a segélymennyiség, amit eddig is nyújtott, illetve hát az a szervezett munka, ami Záhonyban folyik a menekültek ellátásának kapcsán, én úgy gondolom, hogy ez példaértékű, de ezen az oldalon is tulajdonképpen örülnünk kell, hogy Kárpátalján béke és nyugalom van, az itteni hatóságok biztosítani tudják a rendet, és hát ilyen körülmények között legfontosabb a higgadtság és a bölcs megfontolt nyilatkozatok. Ebben a rendkívül nehéz helyzetben az volt a legfontosabb, hogy megmaradjon a józan ítélőképesség, és hogy mindenki ott segítsen, ahol csak tud. Kárpátalján a becslések szerint még most is 400 ezerre tehető a belső menekültek száma. Segítségre mindenütt szükség van, ezért Magyarország, ahol csak tud, segít. Ezt a Kijevhez közeli szétlőtt iskolát például az Ökumenikus Segélyszervezet segítségével építi újjá a magyar kormány, amiért a helyiek rendkívül hálásak. A magyar féllel kötött megállapodásnak hála, az iskolánknak és az óvodánknak az újjáépítése hatalmas befektetést jelent az országunk, valamint azon községek jövőjébe, ahol Magyarország helyreállítja az infrastrukturális létesítményeket, mondta a borogyankai polgármester. A háború egy éve rengeteg szenvedést hozott Ukrajnában. Magyarország nem csak a Kárpátaljai Magyarságot, de az ukrán embereket is felkarolta történelme legnagyobb humanitárius akciójával. A magyar szervezetek ma is segítenek ellátni a rászorulókat és a bajba jutottakat, tartós élelmiszert, gyógyszert küldenek, vagy éppen áramfejlesztőket hoznak. Kárpátalján abban reménykednek az emberek, hogy mindenre hamarosan már nem lesz szükség, és véget ér az az egy éve tartó háborús borzalom, ami elvette a régi, szerény, de békés életüket. Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma azt javasolta, hogy a régiók február 22-e és 24-e között távoktatásban folytassák az oktatást. A biztonsági intézkedéseket a rakétatámadások nagy valószínűsége váltotta ki, amelyeket az agresszor az Ukrajna invázió évfordulója előtt tervez végrehajtani. A Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció levélben fordult a minisztériumhoz, amelyben kérte, hogy tegyék meg az erre vonatkozó intézkedéseket. Bár az oktatási intézmények döntéshozatali joggal rendelkeznek, de ez az az eset, amikor meg kell fogadni az ajánlásokat. Mivel Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma a Megyei Katonai Adminisztráció vezetője és vezetősége számára a legfontosabb, a jogrendnek megfelelően az oktatási folyamat résztvevői életének és egészségének megőrzésére javasoltuk, hogy minden oktatási intézmény február 22-e és 24-e között távoktatásra térjen át. Ukrajnában jelenleg több mint 3000 oktatási intézményt romboltak le, mintegy 411 gyermek vesztette életét. Ezért kedves szülők, vezetők, helyi oktatást felügyelő szervek vezetői ezekben a napokban tartsák be a hadi állapot jogszabályait, amelyeket az állam határoz meg. Ami az óvodákat illeti, csökkenthetik a munkaidőt, de csak a szülői beleegyezést követően. Ugyanakkor minden biztonsági intézkedést be kell tartaniuk. Ami az óvodákat illeti, az intézmény vezetőjének a helyi önkormányzatok vezetőivel közösen tisztáznia kell a helyzetet. Ha a szülőknek nincs kivel otthon hagyniuk a gyermeket, ennek megfelelően az óvodai csoport 1-3 órára kinyithat. De ez a szülők igényeitől és a gyermek egészségi állapotától függ. Ez biztonsági kérdés. Figyelembe véve, mi várható február 22-e és 24-e között.
збереження життя. І враховуючи ситуацію, яка буде 22, 23, 24 лютого. Ungváron jelenleg minden iskola távoktatásra tért át. Az óvodák a szokásos ütemterv szerint dolgoznak. Hat darab nagy teljesítményű aggregátort adományozott Magyarország. A beregszászi konzulátus szervezésében Magyarország külgazdasági és külügyminisztériuma 25 millió forint értékben adományozott aggregátorokat a beregszász vízellátását biztosító Vodokanál Kárpát Víz Kft. Számára. Az eszközök beszerzését a Nyírségvíz ZRT végezte. Nyírségvíz ZRT-nek az volt a feladata, hogy ebből a 25 millió forintból a lehető legjobb teljesítményt hozza ki, olyan eszközöket, berendezéseket és tudást adjon át Beregszász városának, illetve az itt lakók érdekében, hogy azt a víziközműszolgáltatás érdekében tudják hasznosítani. Legjobb megoldásnak azt tűnt a energiaszegény időszakban, illetve energiahiányos időszakban, hogy aggregátorokat, generátorokat vásárolunk ebből a pénzből, és adományként a magyar állam nevében ezt át is adtuk december folyamán. Ezek üzemszerűen működnek, beüzemelésük megtörtént, garanciális időszaka 2 év, tehát én azt gondolom, hogy ez alatt az időszak alatt ezekkel semmiféle probléma nem lehet, és ezt az időszakot biztos vagyok benne, hogy ezek a gépek, berendezések fogják tudni szolgálni. Ez pedig a legfontosabb, hogy a helyi lakosoknak, illetve aki ide települtek, egészséges ivóvizet tudjanak biztosítani, úgyhogy a kutakból ezek a áramforrásokon keresztül a szivattyúk működtethetőké váljanak, elosztják azt a vizet, amire szüksége van a lakosoknak, illetve megfelelő módon el tudják vezetni a szennyvizeket, ezek a gépek, berendezéseket, itt az aggregátorok segítségével, akik előállítják az államot. 15 évvel ezelőtt 2007-ben alapította Nyírségvíz ZRT, Magyarország Nyírségvíz ZRT és Beregszász Város Önkormányzat a Kárpát Víz Kft-t. A Kft-be mind a két fél apporttal, illetve készpénzzel szállt be, és 15 év alatt visszagondolva én emlékszem arra az időszakra, amikor még nem volt folyamatos vízellátás, és ez akkoriban csodaszámba ment, és mi nagyon örültünk, hogy tudtunk segíteni itt a testvértelepülésnek az ilyen szolgáltatás folyamatos biztosításához. Azóta is töretlen a kapcsolat, szakmailag leginkább, kollégáink rendszeresen járnak ki, és a szükséges konzultációk után az üzembiztonságot fent tudják tartani. A magyar fél a berendezéseket decemberbe szállította le, és szerelték be a 6 helyszínen. Az azóta tartó próbaüzem sikeresnek bizonyult az áramkimaradások időszakában is. Az imént sikerült részt vennünk egy generátor széria átadásában a beregszászi vízellátó vállalatunknak az egyik telephelyén, Gecsében vagyunk. A mezőgecsei szivattyúállomás területére felállított generátorok biztosítják a városunknak a vízellátását abban az esetben, hogyha a hálózatról, mind a két vonalról hiányozna az energiaellátás. Ez roppant megerősíti a mi hálózatunkat, és nyilván ilyen kritikus esetekben, mint az utóbbi hetek, hónapok energetikai krízise, biztos szintre tudta vinni a városunk vízellátását. Hozzá kell tennem, hogy ezek a generátorok már több száz órát dolgoztak. Nyilván a lakosok, a fogyasztók nevében is szeretném megköszönni azoknak, akik segítettek ezeknek a generátoroknak a beszerzésében, a lebonyolítását, a Nyírségvíz vállalt ennek a segélyszállítmánynak, és a segélyszállítmánynak pedig a támogatója a magyar kormány volt, nyilván figyelembe véve azokat az elemeket, amiben az ukrán háborús helyzet, illetve energetikai krízis problémájának a feldolgozása folyamatosan tett is. Szeretném a közösségünk nevében ezt megköszönni, és nyilván nem csak a háború idejére, hanem nyilván más energetikai ideiglenes vagy stabilan visszajáró kríziseknek a megoldásában is ezek a generátorok roppant fontosak lesznek. 150 kilovattosak, 2 darab, és még 4 darab 7 kilovattos generátorról van szó. Mondhatjuk azt, hogy a város vízellátása, illetve a szennyvíz elvezetésében helyenként is nagy segítséget tudnak majd a jövőben nyújtani. A Vodokanál Kárpát Víz Kft. Beregszász számára a szükséges ivóvizet artézi kútból biztosítja, jelentős mélységből és nagy teljesítményű szivattyúk segítségével. Működtetésükhöz ugyancsak nagy teljesítményű aggregátorokra volt szükség.
mi 100 méter mérő nyerjük az artézi kutakból a vizet. Ha nem lenne áram, akkor nincs visszaszolgáltatás. Erre voltak ezek a generátorok, hogy ezeket az áramkieséseket pótolják, amit pótoltak is. Ez a 150 kW-os, ezt úgy kell képzelni, hogy mondjuk Gecse települést, itt a szomszéd települést el tudná vinni. És akkor gondolom az egyszerű ember megkérdez, hogy hát mire kell itt annyi, alig 4 szivattyú működik. De ezek a szivattyúk 45 kW-osak, ami azt jelenti, hogy 2 szivattyú, mikor beindul, akkor gyakorlatilag ennek a generátornak már duplázák a teljesítményét. Úgyhogy azért volt ilyen nagy teljesítményre szükséges. Ez a szivattyú, amit van a hátam mögött, ez az ivóvíz szolgáltatáshoz biztosítja a bányászatot, és van egy ugyanilyen szivattyú, ami kint van a végátemelőn, az pedig az ESZNL, ugye a két ágazat nem működik egymás nélkül. Ha nincs szennyvízelvezetés, akkor nekem le kell állítani a vízszolgáltatást, hogy ne pótoljam a keletkező szennyvizet. Úgyhogy azért volt szükség a másikra. Hát a kisebbek, a 4 darab, azok az ügyfélszolgálaton teljesít az egyik, ha lehet így mondani, a másikat betettük a kazánházban. A szakemberek szerint az aggregátoroknak köszönhetően most már az áramkimaradásoktól függetlenül folyamatosan és biztonságosan működhet a Beregszászt ellátó vízmű. Fennakadásokat csak az esetleges csőtörések okozhatnak. . 1952-ben a soknyelvű Pakisztánban az urdult nyilvánították hivatalos nyelvé, és ezzel együtt sok más nyelvet háttérbe szorítottak, többek között a bengálit is. Az akkor még Pakisztánhoz tartozó Dakkában 1952. február 21-én diákok lázadtak fel, s tüntettek anyanyelvük a bengáli nyelv használata mellett. Ennek emlékére Banglades javaslatára a UNESCO 1999-ben határozott az anyanyelv nemzetközi napjának megtartását, amelyet 2000 óta minden év február 21-én tartanak meg. Viccen a szó már a száj szögletén. Az anyanyelv napját méltatták a második Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskolán is, ahol a filológiai tanszék magyar tanszéki csoportja, illetve a Hodinka Antal nyelvészeti kutatóközpont idén is változatos programokat rendezett az esemény kapcsán. 2000 óta az UNESCO ajánlására február 21-én emlékezünk meg az anyanyelv nemzetközi napjáról. A második Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola is rendszeresen minden évben a filológia tanszék és a Hodinka Antal nyelvészeti kutatóközpont közös szervezésében készít rendezvényeket diákok bevonásával. Minden éven igyekszünk azt a mondani valót közvetíteni, amit a tanszék, illetve a főiskola fontosnak tart, akár a magyar nyelv, akár más nyelvek kapcsán. Tehát a nyelvi sokszínűséget, a nyelvi toleranciát. Tehát volt olyan rendezvényünk, ahol a magyar nyelv eredete, a nyelvtörténeti korszakok kerültek kidomborításra. Volt olyan, ahol a különböző nyelvváltozatok funkcióira hívtuk fel a figyelmet, vagy éppen olyan, ahol a világ nyelvei volt a központi téma. Tavaly egy fotópályázatot hirdettünk, ami a különböző nyelvek, ugye sokszínű régióban élünk, sok nyelv él egymás mellett, ezeknek a nyelveknek a szimbolikus térben való megjelenését rögzítették a diákok a fényképeikkel. Az idén éppen úgy esett, hogy több kiadvány is megjelent a filológia tanszék nevéhez köthetően, egy monográfia, egy oktatási jegyzet, illetve az Acta Academiae Beregszászienses folyóirat 2 száma, és ezeknek a bemutatása következik különböző helyi és magyarországi kollégák által. Idén a nemrég megjelent kiadványaik anyanyelv és nyelvhasználattal foglalkozó írásait mutatták be a megjelentek és az online bekapcsolódók számára. A filológia tanszék mindenképpen azt kell elmondanunk, itt Kárpátalján szociolingvisztika és dialektológia beállítottságú, tehát a nyelvészeti kutatások irányvonala ez. Ezek a kutatások és a most megjelent kiadványok is ezeknek az eredményeit foglalja össze. Az egyik, Beregszászi Anikó és Dudics Lakatos Katalin szerzőpáros munkája 22 címet viseli, több szempontból is jelképes címez. A Kárpátalján
kajai anyanyelvoktatás elmúlt 22 évének összefoglalója elméleti, nyelvi tervezési és empirikus adatokra alapozva. Tehát tulajdonképpen az elmúlt időszak kutatásainak az összefoglalója. A főiskolai jegyzet az pedig a dialektológiai alapfogalma Gazdag Vilmos és Dudics Lakatos Katalin szerzőpárostól, amit nem csak a főiskola hallgatói, hanem bármelyik érdeklődő olvasó is lapozhat. A folyóiratunk pedig azért különösen jelentős dolog ez, hogy létrejöhetett, mert ahogy a kárpátaljai nyelvészeti műhelyek és oktatási intézmények egyfajta hidat képeznek, összekapcsolják a magyarországi más határon túli és az ukrajnai nyelvészeti filológiai kutatásokat, ez a folyóirat is helyet ad, ha majd az ismertetésbe is belehallgathatnak, vagy belenézhetnek az érdeklődők, minden területről érkező tudományos kutatási eredménynek. A kárpátaljai magyar közösségnek története során ritkán volt alkalma az élet napfényes oldalán sütkérezni, de szép dolgok is nőhettek az árnyékban, hangzott el az előadáson. Csenicskó István, a főiskola rektora stábunk kérdésére hangsúlyozta, hogy ameddig anyanyelvünkön beszélhetünk, addig biztosított a magyar megmaradás is Kárpátalján. Mi meg vagyunk a saját anyanyelvünkkel, szeretjük, és hát minél több helyzetben, szituációban szeretnénk használni. Az már más kérdés, hogy mások politikusok hogy gondolják, hogy engedélyezik vagy sem. Az utóbbi években sajnos azt látjuk, hogy szűkülnek azok a lehetőségek, ahol lehet használni a magyar nyelvet, de azt gondolom, hogy mi mégiscsak törekszünk arra, hogy minél több helyzetben beszélhessünk, írhassunk magyarul, és hogy hozzájuthassunk magyar nyelvű szóhoz, íráshoz, hozzájuthassunk magyar nyelvű tartalmakhoz. Az anyanyelv világnapja igazából annak idején, amikor elindult ez a mozgalom, onnan indult, hogy kisebbségiek szerették volna használni anyanyelvüket, bár tiltották számukra ezt. Nos, mi is így vagyunk ezzel, szeretnénk használni anyanyelvünket, ameddig lehet, fogjuk is használni anyanyelvünket, mert ameddig beszélnek magyarul Kárpátalján, addig magyarok is lesznek ebben a régióban. A bemutatott kiadványok jól tükrözik a filológia tanszék kutatásait, azok szemléletformáló hatását, illetve hogy nyelvész, néprajzos, irodalmár együtt gondolkodik az anyanyelvén, az anyanyelvéről. Zárta gondolatmenetével a programot Csordás László, az esemény moderátora. Munkácson egy föld alatti kútban gázszivárgással kapcsolatos munkálatokat gyakoroltak a gázszolgáltató alkalmazottai. A tervezett képzést a Zakárpát Gáz RT képviselői irányították a Munkaügyi Minisztérium megyei főosztályával közösen. A tanfolyamon több mint 100 katasztrófavédelmi szakember és a gázellátórendszert üzemeltető szolgálat munkatársa vett részt. Ezek javítási munkálatok voltak. A legfontosabb, amin dolgozunk, a megrendelés biztonságos végrehajtása. Ki vannak dolgozva a biztonsági előírások, a munkálatok sorrendje és minden munkás funkciója elő van írva. A lakatosokat kiképeztük, mindegyik rendelkezik személyi védőfelszereléssel. A képzés a föld alatti kutak javítási munkálataira vonatkozott. Először is biztonsági szabályzatra hívták fel a dolgozók figyelmét. Kiadták a megrendelést, amely meghatározza a munkálatok algoritmusát. Azt követően áttértek a gyakorlati részre. Valós körülmények között dolgoztak a gázvezetéken, Munkács egyik föld alatti kútjában. Tulajdonképpen a kútban nem volt szivárgás. A képzés értelmében viszont egy gázszivárgást szüntettünk meg. A kárpátaljai gázosok folyamatosan fejlesztik tudásukat, rendszeresen szerveznek számukra képzéseket. A gyakorlati foglalkozások a lehető legközelebb állnak a valós körülményekhez. Van az emberi tényező, ez viszont gáz, és azzal úgymond magázó viszonyban kell lenni. A legfontosabb az emberek, a környezet biztonsága és szeretteink biztonsága. A gázipari dolgozók naponta végeznek veszélyes munkálatokat, ezért minden alkalmazott élete az algoritmusok végrehajtásától és a biztonsági szabályok betartásától függ.